Lódarazsak jelentek meg a házam előtt. Kétségbeesve hívta fel az egyik szekszárdi utcában lakó férfi, Molnár Dániel rovarírtót. A telefonbeszélgetés során azonban gyorsan kiderült a szakember számára, hogy nem lódarás tűnt fel a férfinél, hanem a szintén darazsak családjába tartozó óriás tőrös darázs. Az egyébként védett rovarfaj, aminek eszmei értéke 50 ezer forint, nem agresszív, sőt rendkívül jámbor, mondja a szakértő. Ők teljesen külön élő rovarok, úgy kell őket elképzelni, mint a társasházban az emberek, hogy nagyjából egymáshoz közel laknak, köszönnek is egymásnak, de nem foglalkoznak a másikkal. Tehát itt, hogyha az egyik véletlenül megsérülne, esetleg átolnak rajta egy fűnyírót, nem fogják a fűnyírót megtámadni csapatostól. Mindamellett, hogy a tőrös darázs sem a házi állatokra, sem az emberekre nem veszélyes, még a mezőgazdaságra is jótékony hatással van, ugyanis parazitoid fajként más rovarok lárváiba rakja petéit. A cserebogár, aki egy roppant kártékony rovar, és az ő lárvája is szintén nagy testű, tehát őt is megkeresi, és abba is belepetézik. Elég sűrűn meg is találja, illetve még ide sorolnám a rózsabogarat, aki szintén kártékony, és hogyha ők nem lennének, akkor ezek a rovarok úgy el tudnának szaporodni, hogy a mezőgazdaságban, vagy akár a gyümölcsös kertekben is károkat tudnának okozni. A tőrös darazsat onnan lehet felismerni, hogy a potrohán 4 sárga folt található. Nagyobb és szőrösebb, mint a lódarázs, a nőstények akár a 4 cm-es hozt is elérhetik. Továbbá, ahogy a szelíd méheket, ezt az állatot sem ajánlott megfogni, ugyanis ha bár nem használja, van fullánkja.